A Szekszárd újvárosi római katolikus társaskört az 1890-es években alapították. Első rendezvénye az 1899. augusztus 20-ai aratási ünnepség volt. Többek között erre a 130 évvel ezelőtti eseményre is emlékeztek a társaskör tagjai a jubileumi eseményen. Az összejövetel célja az volt, hogy felelevenítsék azokat a fontos dátumokat, amik meghatározóak voltak a civil egyesület életében. A működésük több mint 130 éve alatt számos olyan esemény történt, amik befolyásolták a közösség életét, a tagok mégis töretlen hittel és összefogással tartották életben a társaskört. A 30 éves újraalapításról és a 25 évvel ezelőtti első szüreti felvonulásról is megemlékeztek a tagok. Egyrészt emlékezni szeretnénk a társaskör elmúlt 130 illetve 25 évére, a másik része a mai napnak pedig az ünneplés része lesz. Megünnepeljük azokat az alapító tagokat, akik annak idején megalapították a társaskört, és a mai napig a társaskör tagjai, illetve megünnepeljük azokat a tagjainkat, akik több mint negyed évszázados tagsággal rendelkeznek. Nagyon sok tagunk van 1992 óta, illetve van olyan jó pár tagunk, akik 1992 óta folyamatos tagsággal rendelkeznek, és az egészen a 92-től a 96. évig tagként belépő személyeket is szeretnénk megünnepelni. Horváth Íris azt is elmondta, hogy a társaskörnek jól kialakult programrendje van, ami január elejétől egészen december végéig változatos programokkal várja a jelenlegi és a jövőbeni tagokat is. Közel 200 fővel a legnagyobb civil szervezetnek számít Szekszárdon. A társaskör minden rendezvénye nyilvános, a szervezők igyekeznek a programokat minél szélesebb körben propagálni. Jelenleg a társaskörnek körülbelül olyan 180 fős tagsága van, sajnos a társaskör esetében is jelen van a kiöregedés, mint fogalom, de igyekszünk ezen órán lenni. Nagyon sok olyan családdal találkozhatunk, ugyanis most már, ahol három generáció tagja, tehát a nagyszülők, a szülők, és most már a gyermekek is vannak olyan korban, hogy tagjai lehessenek a társaskörnek. A meghívott vendégek között volt Gyurkovics János alpolgármester is, aki szintén tagja a katolikus társaskörnek. Mondta, hogy nagy öröm neki, hogy ennyien eljöttek az ünnepségre, és bízik benne, hogy jövőre zavartalanul folytatódnak majd az egyesület szokásos programjai. A múltba tekintsünk és építsük a jövőt elv alapján, éljük itt a mindennapjainkat a szekszárdi újváros részén. Az újvárosi római katolikus társaskör a civil szervezetek közül Szekszárdon a legnagyobb, aktív tevékenységet folytatunk, de ugyanúgy, mint egyéb más tevékenységre és más civil szervezeteknek a munkájára, a COVID probléma ismételten rányomta a bélyegét. Itt a társaskör átlag életkora elég magas, és hát gyakorlatilag nagyon-nagyon félve, körültekintve, óvatosan a mindenkori érvényes előírásoknak megfelelően bonyolítjuk le. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, hogy a társaskör újraalakulása óta egyre nagyobb szerepet játszik Szekszárd újvárosának az életében. Az elmúlt 30 évben egyik meghatározott civil szervezete lett Szekszárd városának. Szinte nincs olyan rendezvény, ha itt kiemelném itt a születi fesztivált, ahol a társaskör nagy létszámba nem venne részt. De ami nagyon fontos még a társaskör életében, hogy nagyon sok olyan idős emberről gondoskodik, és azoknak ad szervezetten is programot, nem csak az ünnepekben, hanem a hétköznapokban, ami által a tagjaik úgy érzik, a társaskör tagjai, hogy egy második családjuk ez a fajta közösségi forma. Ezt ünnepeljük most, és erre emlékezünk. A hagyományok újjáteremtése, a fiatalok hazaszeretetre nevelése, az idősek és fiatalok művelődésének elősegítése, a segítségre szorulók támogatása a társaskör mai napig tartó célkitűzése.